Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. Télapó. Egy téli reggelen Babóca, a katica kislány, így szólt Bogyóhoz, a csiga fiúhoz. Képzeld, ma éjjel jön a télapó. Tényleg? Álmélkodott Bogyó. Bizony, minden jó gyereknek ajándékot tesz a csizmájába. Tedd ki te is a csizmádat az ablakba. Este Bogyó gondosan kipucolta a csizmáját, és kitette az ablakba. Izgatottan bújt ágyba, nem bírt elaludni. Az eget figyelte, vajon mikor érkezik rénszarvas szánnyán a télapó. Babóca korán kelt, rögtön az ablakhoz szaladt. A csizmájában már várták az ajándékok. Színes ceruzák és egy nagy piros alma. Bogyó is izgatottan szaladt az ablakhoz. Nagyon kíváncsi volt, mit hozott neki a télapó. De jaj, a kis csizmák teljesen üresek voltak. Bogyó annyira elkeseredett, hogy észre sem vette a másik ablakban a hatalmas piros csomagot. Újra és újra belenézett a csizmájába, ütögette, rázogatta, de semmit nem talált benne. Bánatában elindult világgá. Nekem semmit sem hozott a télapó, sírdogált. Pedig olyan jó csiga gyerek voltam. Közben Babóca elment meglátogatni Bogyót. Ha-ho! Nézd csak, mit kaptam a télapótól! De hiába kopogott, a csiga fiú nem nyitott ajtót. Babóca megijedt. Hová tűnhetett, Bogyó? Meg kell keresnem. Vendel, a szarvasbogár, Baltazár, a méhecske és Pihe, a lepke lány is elkísérték. Ha-ho! 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 Bogyó! Bogyó! Besötétedett, mire a barátok rátaláltak Bogyóra. Egy farönkön ült, és keservesen sírdogált. Babóca odaszaladt hozzá. Mi a baj, Bogyó? Mi történt? Nekem nem hozott ajándékot a télapó, pedig igazán jó csiga gyerek voltam. Ne butáskodj, vigasztalta Babóca. Biztos, hogy te is kaptál ajándékot. Talán olyan nagy volt, hogy nem fért el a csizmádban, és máshová rakta a télapó. Nem, én semmit nem kaptam. Szerintem egyáltalán nincs is télapó. De ebben a pillanatban megjelent az égen egy szán. Két rénszarvas húzta. Ahó! Integetett télapó a gyerekeknek. Remélem, mindjárt örültetek az ajándékoknak. Jövőre újra eljövök. Bogyó tátott szájjal nézett utána. Menjünk el Bogyóhoz, és keressük meg az ajándékát. Most már a csiga fiúnak is jobb kedve lett. Bogyó házában rögtön észrevették a nagy piros csomagot. Nézd csak, ott az ajándékod a másik ablakban. Tényleg? Jaj, de jó! Bogyó kibontotta a csomagot. Egy színes szélcsengő volt benne. Ahogy Bogyó meglökte, a harangok egymásnak ütődtek, és csilingelés töltötte be a szobát. Ez gyönyörű! Vendel felakasztotta a csengettyűket a bejárat fölé, aztán mind elbúcsúztak Bogyótól. Bogyó elégedetten bújt ágyba. A szélcsengő hangja hamar álomba ringatta. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. Erdei torna verseny. Bogyó, Babóca, Pihe és Baltazár a tóparton üldögéltek, és kavicsokat dobáltak a vízbe. Bogyó többször is eltalálta az úszó farönköt, a többiek pedig nagyokat tapsoltak örömükben.
Gyertek gyorsan a rétre, kezdődik a tavaszi tornanap, érkezett futva a hírrel Vendel. A réten már gyülekeztek a többiek. A bogárkák tornaruhába öltöztek, és megkezdődött az első versenyszám, a futás. Mindenki szaladt, ahogy csak a lába bírta. Három kört kellett futni a rét körül. Nem ér, Döme Csolt, levágta a konyort! Kiáltott Ugri, a szöcske lány. Csalni nem szabad, mondta szigorúan Alfonz. Újra kezdjük a versenyt, de senki se csaljon! Vendel futott a leggyorsabban. Utána Ugri érkezett, harmadik helyen Baltazár ért célba. Bogyó érkezett meg utoljára. Baltazár és Döme összesúgtak a háta mögött. Lassú csiga! Ne gúnyolódjatok! Ez nagyon csúnya dolog, mondta dühösen Babóca. Most következik a magasugrás. Az nyer, aki a legmagasabbról tud almát szakítani, mondta Alfonz. A kis bogárkák nekifutottak, és minél nagyobbat próbáltak ugrani. A legfelső almát Ugrinak sikerült megszerezni. A következőt Pihének, a harmadik alma Döméjé, a krumpli bogáré lett. Bogyó hiába ugrott, nem érte el a legalsó almát sem. Nem sikerül. Semmi sem sikerül. Mérgelődött. Ugyan, Bogyó, majd a bukfencezés jobban megy, ne buslakodj, mondta Lili, a rózsabogár. De Bogyó a bukfenc versenyen nem mert elindulni, mert féltette a csigaházát. A versenyzők rajthoz álltak, és elbukfenceztek a rét egyik végéből a másikba. Babóca volt a leggyorsabb, ő nyert. Most következik a repülés, szólt Alfonz. Aki leghamarabb elér a fenyő csúcsáig és elhozza a legfelső tobozt, az nyer. A bogárkák már is elindultak. Pihe, Baltazár, Babóca és Szellő versenyeztek a tobozért. Pihe volt a leggyorsabb. Ő ért a fenyő csúcsához leghamarabb. Én persze repülni sem tudok, duzzogott a csiga fiú. Nem érgelődj, Bogyó, most következik az ugrókötélverseny. Aki legtöbbet ugrik egy perc alatt, az nyer. A négy versenyző ugrókötelezni kezdett, de Bogyónak beleakadt a lába az ugrókötélbe, és csúnyán megütötte magát. A többiek aggódva szaladtak hozzá. Én nem tornázom tovább, nekem semmi sem sikerül, hazamegyek, mondta elkeseredve, és már indult is. Ki kell találnunk valamit, valahogyan fel kell vidítanunk Bogyót, mondta Babóca. Igen, találjunk ki valamit, egy olyan feladatot, amiben Bogyó is ügyes, szólt Lili. Tudom már, kiáltott Pihe. Célba dobás! Igen, ez jó ötlet, mert a farönköt is csak Bogyó tudja eltalálni a tóban, helyesett Baltazár. A barátok öt kupacot építettek, az elsőt almákból, a másodikat gesztenyékből, a harmadikat tobozokból, a negyediket mogyorókból, az ötödiket pedig körtékből. Babóca rávette Bogyót, hogy jöjjön ki újra a rétre. Most kezdődik a célba dobás, van kedved versenyezni? Kérdezte Lili. Hurrá, célba dobás, hát persze én is beállok. Mindenki beállt a versenybe, de a legügyesebb Bogyó volt. Egyedül neki sikerült mind az öt tornyot leborítania. Látod, Bogyó, futásban én vagyok a legügyesebb, ugrásban Ugri, repülésben Pihe, bukfencben Babóca, ugrókötélben Lili, de célba dobásban te vagy a legügyesebb. Mindenki ügyes valamiben, mondta Vendel. Bogyó egy szép, fényes gesztenyét kapott, amibe Alfonz belekarcolta, célba dobás, első helyezett. Bogyó és Babóca, kit jó barát kalandja. Gombócok. Egy őszi napon Babóca, a Katica lány, szilvás gombócot főzött, és meghívta a barátait ebédre. Eljött Bogyó, Baltazár, Vendel és Pihe. Együtt megterítettek és asztalhoz ültek. A Katica lány három gombócot tett minden tányérba. Bogyó, Babóca és Pihe hamarosan jól is laktak. Szilvás gombóc, imádom! Akár ötöt is meg tudok enni, mondta Baltazár a méhecske. Még hogy ötöt, én hetet is, vágta rá Vendel. Hetet?
jó, akkor én 8-at. Én pedig 10-et, jelentette ki a szarvasbogár. Jó, akkor versenyezzünk, zárta le a vitát Baltazár. Lássuk, melyikünk tud több gombócot enni. Babócának nem tetszett a dolog, megpróbálta őket lebeszélni, de a fiúk hajthatatlanok voltak. Ennek nem lesz jó vége, figyelmeztette őket, de Baltazár és Wendell nem hallgattak rá. Eddig 3 gombócot ettünk, most jöjjön a negyedik, javasolta Wendell, és újabb gombócot pakolt mindkét tányérba. Amikor mindketten végeztek, újabb gombócot vettek, és megették az 5-et is. Az 5 után megették a 6-at, a 6 után megették a 7-et, a 7 után megették a 8-at, és utána a 9-et. Most jön a 10, bírod még? Kérdezte Baltazár. Ugyan, 2 ennyit is meg tudok enni, legyintett lazán Wendell. Már nagyon sok gombócot megettek, amikor mindkettejüknek fájni kezdett a hasa. Egyre jobban és jobban fájt. Elszaladok Bakoly doktorért, mondta Pihe, a lepke kislány. Bagoly doktor megvizsgálta őket, és dühösen szónokolni kezdett. No hát, ha ki látott már ilyet? Persze, hogy fáj a hasatok. Mindketten 15 gombócot ettek. Na tessék, ráadásul döntetlen lett a verseny. 3 napig diétázni fogtok. Semmi más nem ehettek, csak főtt krumplit. De éppen holnap jön az erdőnkbe a kürtös kalács árus, szólalt meg kétségbe esve Wendell. Nagyon sajnálom, de most kimaradtok a kürtős kalácsból. 3 nap múlva gyertek el hozzám, hogy újra megvizsgáljam a hasatokat, szólt szigorúan Bagoly doktor, és már indult is haza. Másnap meg is érkezett a nagy rétre a Bodobács illatozó kürtős kalácsaival. Az erdő lakói mind boldogan csemegésztek, válogattak a sok finomság között. Én fahéjasat kérek, mondta Babóca. Én kókuszosat, tülekedett Bogyó. Nekem egy cukrosat adjatok, kiáltott Pihe. De volt diós, mákos, sőt, kakaós is. Baltazár és Wendell szomorúan nézték a vidám vásárt, de szót fogadtak Bagoly doktornak. Amikor letelt a 3 nap, a méhecske és a szarvasbogár felkereste a doktort. Na, lássuk! Dünnyögött a bagoly, és alaposan megvizsgálta őket. Rendben, meggyógyultatok, látom, szót fogadtatok. Hát igen, lógatta az orrát Wendell. Pedig úgy szerettem volna én is kürtős kalácsot enni. Wendell és Baltazár elbúcsúzott Bagoly doktortól, és már indultak is hazafelé, amikor a bagoly utánuk szólt. Várjatok csak egy percet, van itt valami. Félretettem nektek 2 kürtős kalácsot, tessék! Na hát, Bagoly doktor, te is kimentél a rétre? Hát persze, vettem a kalácsból a fiókáimnak, ezt a 2 pedig nektek tartogattam. Szépen betartottátok, amit kértem tőletek, ti se maradjatok ki a finomságból. Köszönjük, mondta boldogan Baltazár és Wendell, majd megölelték Bagoly doktort. Bogyó és Babóca, kit jó barát kalandja. Lámpások. A Szent János bogarak a faágon himbálózó gömbházban laktak a hegytetőn. Egy nyári reggelen arra ébredtek, hogy a ház leng, mint egy óriási hinta. Szélvihardul odakint, a szél lengeti a házat, mondta riadtan az egyik Szent János bogár. Meg kell állítanunk, mert leszakad, szólt a másik, de már késő volt. A kötél elszakadt, és a ház zuhanni kezdett lefelé. Kiáltották a Szent János bogarak, és villámgyorsan kiröppentek az ablakokon. Senkinek sem esett baja, de a ház összetört. Az erdő lakói összesereglettek a nagy hangzavarra. Összetört a házunk,
sírt a legkisebb Szent János bogár, és odabújt Babócához. Majd építünk nektek új házat, ajánlotta Baltazár. A legnagyobb baj az, hogy összetörtek a lámpásaink, állapította meg a rangidős bogárka. Majd megragasztjuk valahogy, csóválta a fejét Bogyó. Nem, Bogyó, nem lehet megragasztani. El kell mennünk a nagy világító bogárhoz, csak ő adhat új lámpásokat, szögezte le a Szent János bogár. Mikor indulunk? Kérdezték a többiek. Most, azonnal. A Szent János bogárkák útra keltek. Jó utat, kiáltotta Bogyó és Babóca. A bogárkák 3 napon át repültek. Az első éjszakát egy gomba kalapja alatt töltötték. Második éjszaka behúzódtak egy barlangba. Harmadnapra pedig megérkeztek a világító bogárhoz. Az öreg bogár háza épp olyan volt, mint a Szent János bogarak lámpása, csak sokkal nagyobb. A világító bogár lassan nyitotta ki az ajtót, nehezen mozgott, hajlott hátán 2 ezüst színű szárny csillogott. Hosszú sipkát viselt, és földig ért a szakálla. Olyan volt, mint egy varázsló. Gyertek be! Dünnyögte. A Szent János bogarak elmesélték, hogyan zuhant le a házuk, és hogyan tört el a sok lámpás. Igen, így volt, csak te tudsz segíteni. Jól van, segítek, adok nektek új mécseseket, de vigyázzatok rá, csak kevés erdőlakó tud világítani az éjszakai sötétben. Óvatosan egyenként átadta a lámpásokat a Szent János bogaraknak. Fogjátok, mondta, majd mindre rásuhintott a bottyával. A suhintástól fény gyúlt a lámpásokban. De szépek, köszönjük, ígérjük, hogy vigyázni fogunk az új lámpásokra. Lelkendeztek a bogárkák, és már ki is röppentek a házból. Fogunk lakni? Hova megyünk, ha hazaérünk? Kérdezgették egymást tanácstalanul. De nem kellett sokat törniük a fejüket. Ha-ho! Ha-ho! Gyertek erre, itt az új házatok! Kiáltotta egyszerre Bogyó, Babóca, Baltazár, Pihe, Vendel és a többi erdőlakó. Beépítettük nektek a faodút, lelkendezett Bogyó. Igen, ablakokat és ajtót is tettünk rá, folytatta Pihe. Így már biztosan nem zuhan le többet a házatok, tette hozzá Baltazár. Köszönjük, mondták a Szent János bogarak, és fáradtan nyugovóra tértek új hajlékukban. Befeküdtek a 15 ágyba, és már is elnyomta őket az álom. Bogyó és Babóca, kit jó barát kalandja. A tücsök hegedűje. Egy őszi napon Alfonza tücsök vígan hegedült a gombamezőn. Az erdő lakói mind örültek a szép muzsikának. A hangya gyerekek is hallgatták a zenét, közben pedig labdáztak a dombtetőn. De jaj, a labda rossz irányba röpült, és kiütötte Alfonz kezéből a hegedűt. Alfonz rémülten kiáltott fel. A hegedűm! Összetört a hegedűm! Keservesen sírva fakadt. Annyira zokogott, hogy nyomban összegyűlt az erdő apraja nagyja. Alfonz dühösen mutatta barátainak a pöttyös labdát. Ez a labda, igen, ez a labda a bűnös. És a hangya gyerekek, most aztán honnan lesz nekem új hegedűm? Hegedűje darabkáit szorongatva belépett kunyhójába, és becsapta maga mögött az ajtót. Alfonz! Alfonz, gyere ki, biztosan tudunk valahogyan segíteni, mondta Bogyó a csiga fiú, de Alfonz senkit sem akart látni. A többiek tanácstalanul üldögéltek a gombamezőn. Egyszer csak felkiáltott Babóca. Készítsünk Alfonznak új hegedűt. Igen, készítsünk új hegedűt,
helyeselt pihe a lepke kislány. Tudom, és ki segíthet. Meg kell keresnünk Patrikot, a kék pattanó bogarat. Ő készítette Alfonz hegedűjét. Nyomban útra keltek. Mentek hegyen völgyön át, míg megérkeztek egy kék házikóhoz. Bekopogtak. Félénk fejecske kukkantott ki az ajtón. Kék sipkát viselt, hátán csillogtak sötétkék szárnyai. Hát ti kik vagytok? Kérdezte. Babóca pedig elmesélt a pattanóbogárnak mindent, töviről hegyére. Hogy csak ez a baj, ezen könnyen segíthetek. Ne buslakodjatok, 2 nap is Alfonz új hegedűn húzhatja a muzsikát. A pattanóbogár kiosztotta a feladatokat. Volt, aki fát gyűjtött a hegedű testéhez, volt, aki fűszálakat keresett a hegedű húrjaihoz. Amikor minden összegyűlt, Patrik hozzálátott a munkához. Fűrészelt, csiszolt, barkácsolt, gyantázott, lakkozott serényen, míg egyszer csak, lássatok csodát, el is készült az új hegedű. Kipróbálhatom? Kérdezte Babóca. Nem, ez Alfonz hangszere, szólt rá Pihe. De én is szeretnék egy hangszert, dühösködött Babóca. Én is, kiáltozták a kis hangyák. Csend legyen, kiáltott a pattanóbogár. Mi lenne, ha alapítanátok egy zenekart? Egy szép, nagy zenekart. Zenekart? És mindenkinek lenne saját hangszere? Ez nagyon jó ötlet, lelkendezett Bogyó. Először elkészítették Babóca hárfáját. Vendel, a szarvasbogár nagy bőgőt kapott. Dömének, a krumplibogárnak csellót készítettek. Bogyó a tölcsérvirág kelyhéből készített magának trombitát. Egon, a cserebogár mézvirágból alakította ki mélyen zengő kürtjét. A barlangi pók gesztenyéből és magból készített dobot. Szellő és ugri pedig lapos kavicsokból cintányér. A kis hangyáknak nyírfa vesszőből faragott furuját a pattanóbogár. Pihe, a lepke kislány, fenyőágból faragott lantot kapott, Baltazár, a méhecske pedig citerát, Gömbi, a virágbogár, triangulumon játszott. Amikor már pompásan zenéltek együtt, elindultak Alfonz kunyhójához. Alfonz már messziről hallotta őket, kíváncsian lesett ki kunyhója ablakán. Szeme, szája tátva maradt a csodálkozástól. Kedves Alfonz! Kezdték a hangya gyerekek. Ne haragudjam, miért tönkretettük a hegedűdet. Fogadd el ezt az új hegedűt tőlünk. Patrik készítette. Alfonz nyomban meghúzta a vonót, és az erdőben újra zengett a hegedű szó. Babóca, kit jó barát kalandja. Pihe síjjel. Milla a hóbogár egy téli napon meghívta barátait síjjelni. Mindenkinek van síléce? Kérdezte. Nekem nincs, mondta Bogyó a csigafiú. Nekem sincs, csatlakozott Ugri a szöcske kislány. És nekem se, tette hozzá Pihe a lepkelány. Akkor lássunk neki, nem nehéz. Készítünk nektek sílécet, mondta vidáman Milla. Együtt fúrtak, faragtak, símára csiszolták a deszkát, szíjat erősítettek rá, még botot is készítettek hozzá. Délre készen is lettek az új lécek. Elindultak együtt a hegyre. A hegytetőn mindenki felcsatolta a sílécét, és felvette a sisakját. Ekkor Milla megkérdezte. Mindenki tud síjelni? Aki nem tud, azt szívesen megtanítom. Mind bólogattak, egyedül piherezketett. A lepkelány nem tudott síjelni, de nem merte megmondani. Biztos nem olyan nehéz, majd belejövök, gondolta magában. Egyedül a kis zöld kukacnak sugta meg az igazat. Elsőként Bogyó indult. Hoppá, száguldunk! Kiáltotta vidáman, ahogy lefelé iramlott a meredek domboldalon. Bogyó után Babóca jött, aztán Baltazár és sorra a többiek. Végül Pihe is nekirugaszkodott, nagy lendületet vett és ellökte magát.
Igen ám, de nem tudott megállni a lejtő alján. Tovább csúszott át a következő hegyre, aztán a következőre, míg rettentő messzire került a többiektől. Végül egy nagyot esett, és belefúródott egy nagy hókupacba. A többieknek csak később tűnt fel, hogy a lepke lány hiányzik. Pihen nem is tud síelni, mondta kétségbe esve a kukac. Nem tud síelni? Kérdezték döbbenten a többiek. Nem, most síel először, és nagyon fél, csak nem merte megmondani. Jaj, félek, hogy baja esett, sírt a kukac. A kis barátok megijedtek, és nyomban Pihe keresésére indultak. Eközben Bagoly doktor rátalált a sérült lepke lányra. Észrevette a magasból, és odaröpült mellé. Pihe, mi történt veled? Kérdezte. Nem tudtam lefékezni, és elestem. Nagyon megütöttem magam. Már azt hittem, sosem fogok megállni. Nem akarok többet síelni. Zokogott Pihe. A Bagoly megsajnálta a lepke lányt, a hátára vette, és elvitte az odujába. Bekötözöm a sebeidet, aztán elviszlek Millához. A többiek már biztosan keresnek, intézkedett Bagoly doktor. A kis barátok mindenütt keresték a lepkelányt, de nem bukkantak a nyomára. Szomorúan értek vissza Milla házához. De Pihe már ott várta őket. Nagy volt az öröm. Hurrá! Na hát, Pihe, jól vagy? Mesélj el mindent, mi történt veled? Kérdezte Babóca. Pihe mindent elmesélt töviről hegyire. Szóval nem tudsz síelni? Ámuldozott Milla. Majd én megtanítalak. Ha megtanulsz kanyarodni és fékezni, akkor bármilyen magas hegyről le tudsz majd siklani. Köszönöm. Mosolygott a lepke lány. Másnap Milla elkezdte Pihe tanítását. Az első nap végére a lepke lány szép, lassan, óvatosan lecsúszott a legkisebb dombon, és ügyesen megállt a végén. Nézzétek, Pihe már tud síelni! Ezt meg kell ünnepelnünk! Kiáltotta Wendell, és zenélni kezdett a jégcsapokon. A többiek mind táncra perdültek, énekeltek, és vidám körtáncot jártak a lepke lány körül. Bogyó és Babóca, kit jó barát kalandja. Csillaghajó. Karácsony napján Bogyó, Babóca, Baltazár, Pihe, Wendell és Gömbi hógolyózásból tartott hazafelé. Gyertek el hozzám, tisztítsuk fel a házam előtt álló kis fenyőt. De jó, köszönjük, vágták rá a többiek. Útközben Pihének támadt egy ötlete, és odasúgta Babóca fülébe. Nem ér, ne titkolózzatok, mérgelődött Bogyó. Igen, nekünk is mondjátok el, titkolózni csúnya dolog. Ó, hát ez nem olyan titok, kezdte Pihe. Igazából nem is titok. Akkor mondd el, vágta rá Wendell. Nem mondhatjuk el, mert meglepetés lesz, mondta Babóca. Most elmegyek a meglepetés miatt, de hamarosan visszajövök. Babóca kitette az asztalra a friss kalácsot, a kisbarátok jó ízűen falatoztak. Nagyon finom, mondta elismerően Bogyó. Aztán Babóca elővette a színes papírokat, ollót, ragasztót és szalagokat tett az asztalra. Munkához láttak. Csillag, hold, szív, virágformákat vágtak ki a lapokból, és mindet felfűzték egy hosszú szalagra. Mire besötétedett, visszaérkezett Pihe. Most már mondd el, mi a titok, duzzogott Baltazár. Nem, még nem lehet, titokzatoskodott a lepke lány. Én hazamegyek, ha titkolóztok. Na jó, díszítsük fel odakint a kis fenyőt, és utána mindent elmondok, jó? Szólt Pihe. Jó, egyeztek bele, kelletlenül a fiúk. Megfogták a szalagot, kivitték a ház elé, és rátekerték a kis fenyőre.
súgta meghatódva Gömbi. Körbeállták a fát, és énekelni kezdtek. Kis karácsony, nagy karácsony, kisült-e már a kalácsom? Nézzétek, mi lehet az a fényesség fenn az égen? Talán egy istekös, mondta Gömbi, de nem találgattak tovább, mert a fényesség lejjebb ereszkedett, és mind rájöttek, hogy nem más az, mint a csillagház. Az ablakában pedig ott integetett a régi kedves ismerős, a csillaglány. Hát ez volt a titok, ugrándozott örömében Wendell. De hogyan hívtátok meg? Felrepültem a holdhoz, és megkértem, hogy keresse meg a csillaglányt, mesélte Pihe. Ekkor a lányka elővette egy zsákot, és kinyitotta. Fényes csillagok repültek ki belőle. A csillagok először körbe táncolták a fenyőfát, azután felröppentek a magasba, majd visszaereszkedtek, és egy hajót formáztak az elején hosszú lépcsővel. A kis barátok óvatosan lépdeltek felfelé a csillaglépcsőn. Amint a csillaglány hárfázni kezdett, a csillaghajó felszállt az égre, és körbe repült az erdő felett. Jól látszott odalent a sok ház, még Sönsoma háza is feltűnt, ahol a Süni már rég téli álmát aludta. Hű, nagyon szép! Ámuldozott Baltazár. Végül visszaereszkedtek Babóca háza elé. A lányka meghajolt, és intett, hogy indulnia kell, nem maradhat tovább. Babócának hirtelen támadt egy ötlete. Felröppent a magasba, leakasztotta a fenyőről a díszekkel teli szalagot, és átemelte a csillagházra. A lágy zenétől azonnal emelkedni kezdett a csillagház. Ez nagyon jó meglepetés volt, Pihe, állapította meg Gömbi. Ezt a karácsony estét sosem felejtjük el, mosolygott Wendell. Bogyó és Babóca, kit jó barát kalandja. Egy nap az óvodában. Egy őszi reggelen Babóca sietősen kopogott Bogyó házának ajtaján. Gyere már, Bogyó, elkésünk az óvodából. Bogyó hamar elkészült, és a két barát kézen fogva elindult az óvoda felé. Az óvoda kertjében már gyülekezett a sok kis óvodás. Vidáman üdvözölték egymást. Ott volt Baltazár a méhecske, Pihe a lepke kislány, Wendell a szarvasbogár, Döme a krumplibogár, Szellő a szitakötő kislány, Alfonz a tücsök, Ugri a szöcskelány, és Gömbi a kis virágbogár is. Dongó néni, az óvónéni türelmesen terelgette be a gyerekeket a csoportokba. A nagy csoportosok, középsősök és kis csoportosok külön szobába kerültek. Gömbi persze a kis csoportba került, innen integetett Bogyónak és Babócának. A nap tornaórával indult. Reggeli után az óvodások szebbnél szebb képeket ragasztottak az erdőben szedett falevelekből. Amikor mindenki elkészült, Dongó néni körbeállította a gyerekeket. Vidám dalokat és körjátékokat tanított a csoportnak, az óvodások lelkesen járták a körtáncot. Aztán következett a játék. Dongó néni karosszékéből figyelte a sok gyereket. Bogyó és a fiúk rögtön a kocsis ládikához siettek, és autóversenyt kezdtek játszani. Lejtőket, alagutakat építettek. Én is beállhatok? Kérdezte Babóca, és egy törött piros kis autót szorongatott. Ugyan már, Babóca, azzal a vacakkal akarsz versenyezni? Kérdezte megvetően Bogyó. A kocsizás amúgy sem lányoknak való. Babóca elsírta magát. Nem játszanak velem a fiú, panaszolta Pihének. Pihe, Ugri és Szellő gyorsan megvigasztalták. Gyere, babázz velünk! A lányok pompás kis ruhákba öltöztették babáikat, megetették és babakocsiban ringatták őket. Ez nagyon tetszett Babócának. Közben Bogyó és Egon, a cserebogár, összevesztek.
Mindig felborítod a kocsimat, ez így nem ér, csalsz! Kiabálta dühösen Bogyó. Nem igaz, te csalsz! Vágott vissza Egon. Jól van, nem játszom veled tovább, mondta sértődötten Bogyó, és ott hagyta a fiúkat. Én is beállhatok a játékotokba? Szólt most Babócához Bogyó. Nem játszhatsz velünk, ez lányos játék, mondta duzzogva Babóca. De nézd csak, én is hoztam egy babát, ezt a göndörhajút. Szeretnék mégis veletek játszani. Jól van, enyhült meg Babóca. Akkor gyere, de akkor én is játszom majd az autókkal. Gyerekek, gyertek kezet mosni, kiáltott Dongó néni. Kézmosás után pedig szépen üljetek az asztalokhoz. Az ebédet nagy fazékból merte az óvodások tányérjába Pettyes Futrinka néni, a dadus. Amikor mindenki befejezte az ebédet, a naposok, Bogyó és Babóca segítettek leszedni az asztalt, összegyűjteni a tányérokat és a poharakat. Ebéd után mindenki lefeküdt, Dongó néni pedig mesét olvasott. A gyerekek csendben figyelték, és akadt, akit már mese közben elnyomott az álom. Ébredés után uzsonnáztak, aztán kimentek a kertbe. Az óvoda kertje hatalmas volt, telistele izgalmas mászókákkal, csúszdával, hintával, még egy kis favonat is állt a közepén. Bogyó és Egon hamar kibékültek, és sokáig hintáztak együtt. Babóca segített Gömbinek felmászni a csúszdára, és el is kapta őt a csúszda alján. Ez Gömbinek nagyon tetszett. Az óvodában hamar elszaladt a nap. A gyerekek hosszasan búcsúzkodtak egymástól, és alig várták, hogy másnap újra találkozzanak.